Köszöntöm a kedves nézőket! A kulissza mai adásában a Kazinczy Ferenc Múzeum egy következő munkatársa mutatja meg a kedvenc kiállító terét. Azt mondtad, Gábor, szia, hogy itt találkozzunk a Lépcsőházban, de hova megyünk innen? Ide jöttünk. És miért a Lépcsőház a kedvenc helyszíned a múzeumon belül? Igazából ez egy olyan helyszín számomra, hogy itt nagyon sokszor jövök be, ugye bármilyen dolgom van, ezen keresztül jövök. És mindig feláll a szűr a kezemen, tehát így beleborzongok ebbe a lépcsőházi hangulatba. És hogy miért, azt is elmondom neked. Tudva levő, hogy ez az épület, a Kazinczy Ferenc Múzeum épülete, ez valaha a városháza volt Sátorjébe, és a hobbim az a 1900-as évektől 1940-ig kutatgatom a város múltját. Ugye 1900-tól létezik Sátoraljai újjájban olyan, hogy polgármester. Mivel hogy 1900-tól hívják úgy Sátoraljai újjájt, hogy rendezett tanácsú város, és ugye onnantól kezdve létezett az a funkció, hogy polgármesterség. Ugye ez volt a városházad, tehát itt volt a polgármesternek a rezidencia, és ugye én olvasom ezeket a neveket a régi újságokban, Zemplén, Felső Magyarországi Hírlap, ugye a legelső polgármester Székelyelek, utána a Reihárd Salamon, a Farkas Andor, az Orbán Kálmán. Tehát amikor ezeket a neveket így olvasom, és mindig eszembe jött, hogy ők is ugyanezen a lépcsőházon keresztül jöttek ide fel a hivatali helyiségekbe, és tehát én beleborzongok. Nekem annyira kedvencem azoknak a történései, hogy nem tudok elvonatkoztatni ettől a dologtól, amikor ide belépek. Egy dologgal nem vagyok itt kibékülve. Sátorra új helyben vagyunk, és ahogy bejövök, itt rögtön egy hatalmas Széchenyi portré van. És mindig azt szoktam mondani, ez a mondás mától hozzám köthető, hogy minek nekünk is Széchenyi, hogyha Kossuthunk is volt már. Én nagyon szeretem ezt a lépcsőházat, tehát megadja azt a nosztalgikus hangulatot minden egyes alkalommal, ahányszor ide belépek. Köszönöm szépen, Gábor, hogy megosztottad a kedves nézőkkel is velem a kedvenc helyszínedet. A nézőktől pedig azzal búcsúzom, hogy legközelebb is tartsanak velünk, amikor egy újabb munkatárs mesél majd a múzeumon belül a kedvenc helyszínéről. Viszontlátásra!